Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk, kedves nézők! Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Siestában, a Nyíregyházi Televízió kulturális szórakoztató ajánló műsorában. Biztosan észrevették, hogy nem a stúdióból jelentkezünk. Bizony, ez valóban olyan Siesta állapot, ugye mediterrán, délszaki országokban honos ez a fogalom, hogy Siesta, amikor 11-től 3-ig, 4-ig legalább ücsörögnek az emberek, nem dolgoznak. Hát mi most dolgozunk, de az ücsörgésnek a környezete tökéletes, itt egy banánfa van, lehet mindjárt kijavít Gajdos László igazgató, de valami mediterrán növény környezetben vagyunk, az biztos. A Viktória házban, ugye kitalálták, hogy hol? A Nyíregyházi Állatparkban, ahová érdemes ellátogatni, főleg akkor, amikor nincs kánikula, de szerintem kánikulában is nagyon jó kirándulós program, több órás elfoglaltságot tartogat mindenkinek, és rengeteg újdonságot is láthatnak itt. És amit láthatnak ebben a mai műsorban, egy kis beharangozott arról, hogy nem sokára orgona est lesz Nyíregyházán, mert városunk orgona ponttá vált, a Bencsvillában francia estet tartanak. Aztán beszámolunk ifjú muzsikus tehetségekről, és arról a kis elefántról is, aki nemrégiben született itt a Nyíregyházi Állatparkban. Melynek igazgatója Gajdos László, egyébként városunk diszpolgára, sőt régi kollégánk, így is fogalmazhatunk. Itt van velünk, szervusz. Nem is tudom, hogy most milyen oldalon ülök tulajdonképpen, szívesen kérdezek tőle, csinálhatok veletek egy elnézem a madarak oldalán. Ugye ez banánfa, vagy nem is fa? Ez banán, de ha Ági néni itt lenne, mindjárt mondaná, hogy nem fa, csak így tudjuk, a legnagyobb fűféle a banán. És ugye a trópusokon vagyunk alapvetően, itt, ahol most ülünk, a Viktória ház előterében, bemutatjuk azokat a növényeket, amiket hírből ismerünk, legalábbis a terméseik alapján. Most meg lehet nézni, hogy például a vanília, az honnan származik, milyen növényről kell leszedni, vagy a kávét, ott fut. Tényleg, kakaó. Vagy kakaó. Tehát van, az orchidea papája, mamája, így van. Hát én nem vagyok annyira otthon a növényekben, de ez speciál így van. Na, hát szeretnénk ezt is bemutatni. Mögöttünk, és elnézést kérek előre is a kedves nézőktől, itt lesz némi hangzavar, sőt lehet, hogy vendégek is jönnek, mennek. Na de hát ez most egy olyan felvétel, ami éppen itt nálunk úgy zajlik élőben, hogy működik az állatpark. Mielőtt már te konferálnál, nagyon jól csináltad egyébként, vegyük át az irányítást. Itt vagyunk a Viktória házban, amely egyébként csupán néhány hónapos, de ez szerint nagyon népszerű. Igen, és hát jönnek, mint látod, jönnek-mennek a vendégek. Tehát igyekszünk mindenében valami újdonsággal előrukkolni. Idén az Viktória ház volt az, azt hittük sokáig, minden június 19-éig, hogy csak a Viktória ház lesz idén az újdonság. De minden esetre nagy épített újdonság ez. Alapvetően madarakat mutatunk itt be, illetve a különleges állatok háza ez. Itt kaptak helyet a páncélos hüllőink, egy kis Amazonas, a folyóból adunk egy keresztmetszetet, különleges halakkal és sok érdekességgel. Aztán június 19-én egyszer csak megszületett az a kis elefánt, aminek érkezését mi azért sejtettük 2 éve, mert a látogatók szeme láttára 13 májusában megtörtént a párzás, és felvették a látogatók, bejárta az internetet, hogy Jack, a 23 éves Angliából származó elefántbika, és a 16 éves Kwanza, aki Svédországból érkezett. Hát, hogy teljesítik be egymás iránti vonzalmukat. Nem sokat találkoztak előtte addig, és ez volt a szakmának is egy újdonság, hogy viszonylag hamar egymásba szerettek. Tehát flörtöltek mondjuk. Igen. Hát hogy mondjam, szerelem első látásra. És ami még érdekes, Jacknek is ez volt az első, és Kwanzának is ez volt az szerintem első. További részletekben el is menjünk. Van gyümölcse, ugye? És van egy gyümölcse, aki megszületett 19-én este. Egy aranyos, remélem, hogy képeken látjuk. Nem sokára mutatjuk. Végtelen jópofa kis afrikai elefántbébi, aki a második az országban, az első is itt született 2007-ben, de ő nem itt fogant, hanem a mama hasában, Joki hasában érkezett. Úgyhogy ez az első olyan elefántbébi Magyarországon, aki itt fogant, itt született, és 5 évig reméljük itt lesz a mamájával. A mama egyébként nagyon kedves mama, nagyon aranyos, hát az ormányával terelgeti, pátyolgatja, mintha mindig ezt csinálta volna. Mennyire jellemző az, de gondolom, hogy nem jellemző, hogy elefántok mesterséges, bár életű környezetben szaporodnak és utódok születnek. Ez az elefánt bébi idén az első Európában, aki... Hát Európában is. Igen, Európában az első, aki állatkertben született. Nem sikerül igazán, tehát persze minden állatnak a
természetes környezetében lenne a legjobb, de hozzátenném, hogy ott is ott vagyunk. Az ember jelen van, és hihetetlen mennyiségben mészárolják az afrikai elefántokat az agyarukért, főleg Ázsiában. Mi ma is. Hát pedig hát mi óta pontosan tiltott? Iszonyúan hisznek a legendába az elefántcsont, és az orrszarvukat is vegyük ide, az orrszarvút ülök is. Hát hatalmas férfiúi erőt tulajdonítanak ennek, semmi igazságtartalma nincs. Na de hát most Ázsia elég népes ország, megfizetik. Úgyhogy Afrikában is nagyon sok elefántot megölnek. Így megpróbáljuk az utókornak bemutatni és fenntartani a fajt legalább zárt körülmények között. És még ezer mást is, de erről és mindjárt bővebben most olvastam egy két sorost. Igen, úgy, tessék. Két rendőr sétál, meglátja a két pupu tevét, azt mondja, te ezt a lovat jól megverték, ugye? Ez arra jutott eszem, hogy van két pupu tevénk új, ugye? Igen. Meg hogy rá is lehet ülni, nem a kicsire. Tájékozott vagy, Gyuszi. Így van, mert a kis elefántot, amikor bemutattuk a nagy közönségnek hétfőn, akkor ahogy véget ért a bemutató, megszületett szintén a nagy közönség előtt, a látogatók szóltak, hogy szül egy teve, de nem kell ilyenkor nekünk semmit csinálni, gyönyörű szépen, a mama tudta a dolgát, nem az első csikója volt ez, úgyhogy a vendégek szeme láttára megszületett egy kis teve is, amúgy ráadásként két pupu, van egyébként egy pupu teve is a parkban, és ha már a két pupu tevénél tartunk, akkor hadd fűzzem ide, hogy nagy siker a parkban a tevegelés, úgyhogy arra is várunk mindenkit szeretettel, nem csak elefánt nézőbe. 3-4 teve is most már rendelkezésre áll, és nagyon szeretik a vendégek. A nagyok is, nem csak a kicsik. Krokodil hátára nem lehet felülni, ugye? Nem érdemes, inkább fogalmazni. Krokodil hátára fel lehet ülni, de nem ajánlatos. Egyszer fel lehet ülni. És ugye minden nap fókasóval is várjátok. Igen, a közönséget. Igen, fókasó az hát ugye garantált siker. Őszintén szóval sokkal többet is megnéznének a vendégek, de alapvetően azért mi igyekszünk az állatok normális menetrendjéhez alkalmazkodni, úgyhogy a fókáink kétszer szeretnek játszani egy nap, akkor kétszer játszanak. Úgyhogy ezért van ennyi fókasó, de ez nagy kedvenc. Hát most meg tele vagyunk gyerekkel, tehát közel 600 gyermek, több mint 600 tölti nálunk a nyár néhány napját, hiszen egy hónapig tart az ósuli, és hetente több mint 150-en vannak. Milyen programok fogadják a gyerekeket? Hát ez egy nagyon bonyolult rendszer, mert reggeltől estig állat. Kisebb csoportokra vannak osztva, 10-15 fős csoportokra, és akkor mennek, vannak hüllős órák, madaras órák. Természetesen lehet zósulizni, vagy tevegelni az zósuliban, de lehet lovagolni is, úgyhogy számos játék is rendelkezésre áll, és kézműves foglalkozások. Na de hát aki olyan, az mehet, aztán egy kicsit lapátolhat. Közben mondok egy jó visszajelzést neked, pesti ismerősöm keveredett ide, már Pesten jegyet akart venni, ki volt akadva, hogy nem lehet, ezt, mert Pesten megszólt, hogy másfél óra sorbállás. Aha. Ide jött, sokan voltak, és gyorsan áradozott a parkor, gyorsan bejutott. Mi jutott ez eszembe? Na. Ő az egyetlen talán, aki magyarul beszélt itt az elmúlt egy hétben, ide sétáltamban, én csak külföldi szót hallottam szinte. Igen, most júniusban hirtelen beindul ugye a szünet, és nagyon hála jó Istennek, nagyon sok magyar vendégünk is van, de rengeteg szlovák vendég van, román vendég, ukrán vendég, Hajdúszoboszlóról nagyon sokan átjönnek, ilyenkor hallasz német szót is, úgyhogy azt kell mondanom, hogy nemzetközi szintér ez itt, és hát nagyon sok országnak vagyunk mi a kiránduló helye. Hanyadik helyen vagyunk most a, hogy is kell fogalmazni, Magyarország leglátogatottabb. Azt akarom mondani, hogy mindig az elsőn, ez a legfontosabb, évek óta a pesti látványosságokat leszámítva, mi vagyunk az elsők. Kis elefántot hogy fogják hívni? A kis elefántot fogalmam sincs. Hamarosan indítunk egy akciót, lehet nevekre jelentkezni, vagy neveket adni, és abból mi kiválasztjuk. Nem sorsolással, az az igazság, hogy a gondozók fogják kiválasztani azokból a névötletekből, amit a vendégek beküldenek, a nekik legjobban tetszőt, szimpatikusat, és aztán akinek a nevét választottuk, az kap majd ajándékot. Na felkapnak is, jól lett volna, de távirati stílusban kérdés-válasz. Andok világa, mikor jönnek az indonézok? Augusztusban jön egy indonéz küldöttség a Ragunanzóból, illetve a minisztériumból, hogy tovább folytassuk ezt az együttműködést, ami hagyományos már, immár 5 éve kezdődött, és az Andok nagy erőkkel építkezik. Én remélem, hogy hamarost láthatja nagy közönség.
Köszönjük szépen, és köszönjük. Akkor jöhet az afrikai elefánt valóban. Afrikai elefánt született itt a Nyíregyházi állatparkban. Mennyire várták már ezt a kis állatot? Nagyon vártuk, 22 hónapja. Az az érdekessége ennek az egésznek, hogy 22 hónappal ezelőtt itt a kifutón ilyen szép időben a látogatók észrevették, hogy szerelembe esett Jack és Kwanza, és hát ezt meg is örökítették. Úgyhogy onnantól kezdve egészen pontosan tudtuk, hogy mire számíthatunk. Az első ultrahangos vizsgálatok, meg hát folyamatos vérvétel igazolta, hogy vemhesült a nőstény, és hát szorongva vártuk a 22 hónap elteltét, és akkor úgy terveztük, júni 15-én idén megszületik a kicsi, pár napot csúszott, hiszen végül is pénteken este született. Kwanzának ez az első borja. Az első olyan afrikai elefántunk, mert 2007-ben született egy, csak akkor a mamával együtt jött, már a hasában volt, amelyik hát itt fogant, a Nyíregyházi Állatparkban itt született, és ami még érdekesik, hogy ő, ez a pici, idén az első Európában született kis afrikai elefánt, idén még nem született afrikai elefánt Európa állatkertjeiben. Nagyon kevés helyen tartanak egyébként is afrikai elefántot, és nagyon kevés a szaporulat is, úgyhogy nagyon büszke vagyunk erre a picire, és a mamára is, mert szoptat, gondozza, aggódtunk, bekészítettünk elefántápszert, mindennel itt álltunk készenlétben, folyamatos 24 órás ügyeletben, de eddig úgy néz ki, hogy minden rendben van, és nincs ránk szükség. Akkor nem is volt komplikáció a szülésnél? Nem, gyönyörű, szépen, ügyesen megszült, úgyhogy láthatjátok a szülés utáni első perceket, ahogy feláll a kicsi, teljesen rendbe tette a mama, ahogy kell, és minden rendben van eddig. Ez látható, hogy itt nagyon aranyos, élénk a kis elefánt, és itt a látogató gyerekek is megfogalmazták, hogy milyen pici. De tudunk-e már valamit súlyáról, paramétereiről? Annyira vigyáz rá a mama, hogy nem tudtuk még leválasztani a mamától, hogy ezeket megnézzük. Vélhetőleg 100 kilónál nem lehet nagyobb, a 70 és 100 kiló között lehet a súlya ilyenkor egy kis elefántnak, de többet nem tudunk még róla, hát még azt tudjuk, hogy fiú. Azt látjuk, hogy nagyon jól van, de mit kell ilyenkor vele tenni? Kell-e valami különleges bánásmódban részesíteni? Hát, hogyha ennyire jól gondozza a mama, hogy ez zajlik, tulajdonképpen semmit, a mamára kell figyelni, még jobban a táplálkozásra. Volt egy bizonytalan egy-két napunk, hogy a buba, mondjuk így, hogy a nagynéni, a kedves aranyos nagynéni elfogadja a kicsit, de most úgy tűnik, hogy ő is. Ott oda kellett figyelni, hogy összeszoktassuk őket, de buba is óvja a kicsit, de a mama nagyon vigyáz rá, úgyhogy semmi teendőnk nincs. Hála jó Istennek, mind a két ciciben van bőven tej, ahogy látjuk, reméljük nem lesz baj. Itt már az afrikai kis elefántokkal van tapasztalatuk itt a nyíregyházi gondozóknak. Hogyan fog fejlődni ez a kicsi elefánt? Az elején nagyon gyorsan elkezd, ha jól szopik, akkor gyorsan magára szed kilókat, és utána egyébként viszonylag hamar, hát gondolj bele, Afrikába menni kell a csordával azonnal, nincs vese, mert jönnek az oroszlánok, úgyhogy az elején már ő is nagyon hamar lábra kapott, és fut a mama után, nagyon jó az elefánttej, úgyhogy fog fejlődni, és aztán viszonylag hamar elkezdi már a szilárd takarmányt is fogyasztani, és 5 év azért, amíg a mamával van, 5 évig szoptatja a mama, 5 évig együtt lesznek, és aztán majd 5 év után elkerül más állatkertbe. Mikor lesz neve a kis elefántnak? Meghirdetünk hamarosan egy akciót, mert ez így szokás nálunk, hogy a közönség ad nevet, és majd abból választunk. Kedves nézőink, egészen különleges vállalkozása szánta el magát a Bencs Villa. No, nem a tekintetben, hogy élettel tölti meg azt a gyönyörű kertet és hátsó részet, mert ez már egyébként szokásban van a vendégházban és környékén, hanem most egy különleges divat bemutatóval vegyített, sanzonokkal telített, ragyogó nyáreste lesz. És miért mindent elmondanánk a bevezetőben, engedjék meg, hogy bemutassák a vendégeinket. Egy részről Orémusz Maját, ez könnyen megy. És akkor te meg tedd meg, légy szíves, kedves Maja, hogy művész urat. Könnyű dolgom lesz, mert ő mindig kiköti, hogy ő neki csak egy neve van, ez egy ilyen művész név lett már. A vezeték nevét nem is használja itt Nyíregyházán, ő nekünk csak Jérôme. Mondhatom, hogy ki ő? Hogyne, ha ő nem szólal meg, de tud ő magyarul egy picit.
Jérôme, who are you? Kaki biazavu? Nem tudom, milyen franciául, nem tudom, ki ez köze, az nem tudom, francia mit jelent. Vagyok, de énekes. Nem lakik mindig a Nyírgyáza, de Nyírgyáza, kicsi Párizs, Nyírgyáza, vissza. Nyíregyháza, kicsi Párizs, de jó, ez nagyon jó. Ott, igen. Nyírgyáza, után Párizs, Nyírgyáza, vissza. Ez a, hát azért már 4 éve itt vagy. Igen, de... 4 éve zenélsz nekünk. Akkor őt rendesen követeli már a Bencsvilla közönsége? Nem csak. Szerintem az egész város, sőt megyeszerte ismerik őt. Éppen az előbb dicsekedett, bár ő nagyon szerény, hogy ha az utcán végig megy, akkor már jönnek és gratulálnak, hogy igen, láttunk, ismerünk, szeretünk. Nagyon nagy rajongó tábora van. Maja, mivel várjátok a közönséget? Hát, ha kezdhetném most az egyszer egy kicsit hátulról, mert a júliusunkat inkább visszafelé reklámoznám. Elfáradt egy icipicit az öreg hölgy, így 90 körül a Bencsvilla, úgyhogy júliusban lesz egy kis szünidő, lesz egy kis pihenés, de 9-ig vagyunk, és akkor 9-ével indítanám a programajánlót, mert aki volt nálunk júniusban, a Torma Mária pódiumestjén, amikor a szerelemről tartott nekünk előadást, azok kérdezték, hogy mikor jön majd legközelebb. Hát jelentem július 9-én, 7 órakor tart majd nekünk, és ha július, akkor Nagy László emlékműsor, mert egy nagyon szép emlékezés lesz a költőre. Méghozzá úgy, hogy Mária toborzott magához zenei kíséretet is Kunszentmártonból, Szegedről jön hozzá idősebb és ifjabb Szűcs Miklós hegedűvel, brácsával, és egy igazi élményben lehet részünk, hiszen Mária Latinovics díjas, Radnóti díjas előadó művész, magiszter versmondó, és ezek nem véletlenül vannak a birtokában. Ez menjünk a 9-e, és akkor előtte, igen, 2 műsorunk is van 3-án, 2 dolgot kínálunk. Hát kezdem a hivatalos megnyitó résszel, mert hogy a júliusi tárlatot is aznap nyitjuk meg. 6 órakor várjuk mindazokat, akiket érdekel a festészet, mert Varga Gábor Hadúhatházról jön hozzánk. Egy egészen különleges festő. Nem is gondolná az ember ránézés, hogy mi minden lakik abban az emberben. Író és festő egy személyben, egyébként nagyon szerényen közli mindig, hogy ő csak néhány ecsetvonással alkot valamit, aztán egy portré lesz belőle, de otthon van a szürrealizmusban, az impressionizmusban, sőt még opártjegyeket is látni az alkotásain. Ő neki a kiállítását nyitjuk 6-kor, majd, mivel a tárlat megnyitókat általában zenével, verssel, hangszeres zenei kísérettel szoktuk köríteni, most egy kicsit nagyobb horderejű dolog sikeredett össze, mert egy divat bemutatóval egybekötött sanzonestünk lesz. És itt a kulcsfigura, mert éppen Jérôme tavalyi, múlt nyári sanzonestjén szeretett bele egy divatcég vezetője a Bencsvillába. Így aztán 3-an összejöttünk, és egy asztalnál döntöttünk, hogy csináljunk olyat, amilyen még nem volt Nyíregyházán. Nyilván nem mondhatom ki, hogy mely divat cégek azok, amelyeknek a kollekcióit reklámozzák majd a hölgyek is, mindjárt láthatják a kedves nézők is. Szebbnél szebb átlagembereknek kínálják a különleges, igényes ruháikat. Ezek is akkor francia ruhák. Francia ruhák, mind a 3 cég. Bár még most nem mindegyik kapható Nyíregyházán, de a közeljövőben már kaphatóak lesznek. Debrecenben, Budapesten, Tégláson már vannak ilyen üzletek. És hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, a molettebb hölgyek, a középkor és idősebb hölgyek is találnak nagyon-nagyon igényes ruhákat majd a kollekcióban. És itt fognak zenélni Jérômék. Hogy kell elképzelni ezt az estet? Szólnak a francia sanzonok, közben pedig a lányok bemutatják a kollekciót? Így van. Például milyen sanzonok szólnak, for example? Lesz Edith Piaf. Persze. Lehet mondani a címét franciául, szép a nyelv. Beszél francia. What is the title of the song? Szerelem himnusz. De franciául. Franciául. Oké. L'hymne à l'amour. Kicsit, kicsit fürödjünk, igen. Lesz modern szám, talán je veux, zaz, voyage, voyage. A Désiré lesz, vagy Désiré lesz, nem tudom, hogy mondták. Désiré lesz, ugye? Igen. Ez 80-as évek vége. Lesz a francia verso a Vias Baba, de francia verso, poupée de cire, poupée de son, Mitre Mels, Mitre Mels, ez a Qui sera, Champs-Élysées, Perse,
Sőt, mivel tengerpartra illő ruhákat is kínálunk, majd kiegészítőket strandra, ezért lesz a... Akik tenger, la mer. Ez a francia kultúra este. Nem chanson, nem divat bemutató, de együtt kultúra francia. Mindent értünk. És Benzsvila, ez a Benzsvila nagyon szép hely. Hely. Az nagyon nehezen megy. Victor Hugo hája, az nagyon nehezen megy. Igen, ez a jó plász. Mindig a koncert, mikor volt Milord együttes a koncert a Benzsvila, nagyon jó hangulat, sok ember, sok tapsó. Ez jó, szuper. Az angulat szó elé is oda kell képzelnünk a hát. Hát, oda képzeljük. Kicsit beszéljünk a ruhákról. Hogyha valaki látja ezeket a ruhákat, ez a könnyed, francia, elegancia jut róla eszébe? Milyen stílusúak ezek? Pontosan. Tehát ugyanúgy el tudjuk képzelni, mondom, az idősebb korosztályon ezeket a nagyon elegáns ruhákat, mint a vagány fiatalokon. Éppen ezért nagyon jó ötlet szerintem, hogy a Móri Zsigmond Színház művésznői is részt vesznek ebben a projektben, mert hogy Kuti Patrícia, Jenei Judit és Nyomtató Enikő adja a gyönyörű külsejét és csinos alakját a ruhákhoz, ők is fölvonultatnak a kifutón egy-egy darabot a kollekciókból, és majd ezen is el lehet kapni, vagy nyomon lehet követni, hogy mi szól a fiataloknak, és mi szólítja meg a középkorú hölgyeket. Hány órától van ez? Július 3-án, tehát egy hét múlva pénteken? Így van, 6 órakor a kiállítás megnyitó, és fél hétkor indul a divatshow-val egybekötött sanzonás. Nagyjából egy másfél óra, igaz? Így van, igen. Csak azért mondom, eszembe jutott, hogy közben egy francia katonazenekar is Nyíregyházán lesz még hozzá Sóston, de pont a Benzsvilás program után, azt hiszem este 8 órát követően Sóston, tehát a kettő kiegészíti egymást ragyogóan. Tényleg francia estünk lesz Nyíregyházán. Köszönjük szépen, és köszönjük sok szépen. Sikert kívánunk. Köszönjük. Egy jubilómi koncert előtt állunk most még néhány perccel. Ez már az 5. ifjú tehetségek hangversenye. Gondolta volna a hangverseny alapító, hogy ekkora karriert fut be ez az ötlet? Igen, gondoltuk volna természetesen, hiszen ez az országban egy egyedülálló dolog, hogy egy valódi szimfonikus zenekar, a teljes létszámú szimfonikus zenekarral kiváló tehetséges gyerekek muzsikálhatnak évről évre, és ez valóban az 5. alkalom. Sőt, azt olvasni, hogy némelyek már a koncerteken is részt vesznek, nem csak ezeken, hanem a zenekar tagjaként. Igen, természetesen, hiszen ez az egyik feladata a szimfonikus zenekarnak, hogy azokat a tehetséges fiatalokat befogadja, és legyen lehetőség hol magas szintűen zenélni, erre való a szimfonikus zenekar. És ehhez van egy nagyon jó zeneiskola, azért azt tegyük hozzá, amitől van szimfonikus zenekar.
Így van, hiszen a szimfonikus zenekarnak a tagjai, annak a 80%-a az a nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskolának a tanára. Milyen évada volt, most kérdezem a szimfonikus zenekart menedzselő egyesület elnökét a csapatnak? Hosszú. Hosszú volt. Nagyon-nagyon sok fellépésünk volt. Azzal kezdeném, hogy volt egy 28 előadásból álló ifjúsági sorozatunk itt a megyében, ami azért elég megterhelő természetesen, de nagyon nagy szeretettel csináljuk évről évre. Aztán volt egy Balog Sándorral egy nagyon emlékezetes hangversenyünk, ez egy könnyűzenei hangverseny volt. Az a Balog Sándor, aki a Symphonic Life-ot vezényli, tehát igen nagy nevű karmesterről van szó. És volt egy hangversenyünk Kovács Lászlóval, aki Nyíregyháza születte, ő is egy rendkívül ismert és nagyon híres karmester. Most pihenés vár a csapatra, és nyilván mert vagyok zenetanárok. Ezzel együtt mire készülnek majd az év második felében, az új tanévben? Igen, hát hosszú volt az évad. Ez lesz az utolsó hangversenyünk, ez az ifjú tehetségek hangversenye. Most egy jó kis pihenés. A nyáron most nincs nyírbátori zenei napok, illetve van, csak mi nem vállaltunk szereplést. Hogy mi lesz jövőre? Ez sok mindentől függ természetesen. Meg ismét szeretnénk csinálni egy könnyűzenei hangversenyt. Lesz ismét ifjúsági hangversenysorozatunk, filharmóniával lesz egy nagyszerű hangversenyünk, de még sorolhatnám, lesz bőven munkánk. Thank you.
Kis Benedek Máté, azt is lehet mondani, hogy állandó szereplője most már a nyíregyházi koncerteknek. Kedves Máté, hány éves vagy? 12. Ennek ellenére, vagy talán ezzel együtt, kicsit mesélj arról, hogy hány versenyen jártál és miket nyertél. Hú, sok helyen voltam. Először is a Cidra László országos versenyen nyertem egy első helyezést. Már nem emlékszem, mikor volt. Más versenyeken annyira nem voltam, inkább itt a Kodályban a gálákon volt egy második, meg egy első helyezésem. Kérlek, mutasd meg a hangszeredet, nem mindenki ismeri. Ez egy altfúria. Tavaly még másik volt a kezedben. Igen, mert most lettem ötödikes, és akkor általában ötödikes osztályba szokták kezdeni az altfúriát. Azt olvastam valahol rólad, hogy édesapád is ragyogó zenész, és együtt is koncerteztek. Mesélj erről. Igen, sok helyen szoktunk koncertezni, országhatárokon kívül is, így például Romániában, Szlovákiában. És ő mit csinál? Ő orgonázik, meg a mellett zongorát tanít. Ezek után félve kérdezem, vajon honnan ez a zenei véna, és miért kezdtél ezen élni? Ez úgy kezdődött, hogy apukám beiratott fúriára, tehát meg se kérdezett engem, de így utólag nem bántam meg. Szeretnél váltani esetleg, ez azt jelenti? Nem. Nem, maradnék a fúriánál. Azt is hallani, hogy te nem csak a zenében vagy ügyes, hanem más területeken is. Miben vagy még sikeres? Hát, talán angolból vagyok még úgy jobb, meg hát énekből, tehát ez már így... Na, ez egy kicsit szerény volt. Én úgy hallottam, hogy versenyeket is nyertél angolból is, vagy angolul. Nem, ez nem igaz, versenyeket nem nyertem. Hát olyan második helyezés, de nyerni meg nem. Na hát akkor majd egyszer csak annak is eljön az ideje. És mi leszel, hogyha nagy leszel? 12 évesen már egészen szép pálya áll mögötted. Nem is tudom. Ha minden feltétel teljesülne, én pilóta szeretnék lenni. Mármint milyen pilóta? Utasszállító. Ahhoz is megvan minden adottságod. Annyit árulj el még, hogy milyen érzés egy ekkora zenekarral, egy szimfonikus zenekarral játszani. Nagyon jó érzés.